Jó napot kívánok, kellemes szórakozás mindenkinek, M3 autóparkban vagyunk, ahogy ez látszik is, és egy Seat Cordobát nézegetnünk meg, 2004 9. havi itthoni magyarországi autót, amit meg fogunk nézni. Kinyitottam a motorháztetőt, ugye bele tudunk kukkantani. Ez egy 75 lóerős 1.4 benzin motor, szép tiszta tartálya, korróziómentes, tökéletes belső térrel itt a motorháztető alatt. Ami biztos, itt elől láttam benne kettő darab kötfényszórót, illetve azt, hogy az autó karosszéria nagyon szép, fénylő, csillogó, nem karcos és nem borpadozó. Jó téli gumik vannak rajta. Ezzel az idén tökéletesen jól el lehet majd közlekedni. Aztán megnézzük a csomagteret is, hogy hogy néz ki. Itt a csomagtérrel látszik, hogy nem ipari céllal hasznosított járgány volt. Ez egy jó kis családi kocsi volt, nincs benne semmi, abszolút sem piszkos és nem karistos. Aztán a hátsó üléseket, hogyha kinyitjuk, akkor szintén azt látjuk, hogy a gazdája rendben tartotta és tisztán tartotta. Nem cigifüstös szerencsére. Nézzük a felszereltséget is, hogy mi van benne. Egy állítható magassága ülés és ugye kormány. Aztán kettő darab elektromos ablak jobbra-balra. Két darab légzsák jobbra-balra. Szervokormány, egy CD rádió van az autóban, illetve manuális klíma, az autó magyarországi szervizkönyves, és 81 ezer kilométer van mindösszesen az autónkban, tehát ez egy jó, keveset futott, jó állapotú, jó kis kocsi, ami sokáig el fog még közlekedni, ha önök rendben és karban tartják, úgy, mint az előző gazdája. Köszönöm, hogy itt voltak, jönnek el hozzánk személyesen, és várjuk minket, önöket itt a kereskedésben, a viszontlátásra.